Török Bálinton nagyon is mozgalmas időszak elé nézünk. Milyen karácsonyi programokkal várjátok majd az ide látogatókat? 11-én 16. alkalommal fogjuk megrendezni a kis karácsony rendezvényünket. Ez egy hagyományőrző, ünnepváró rendezvény. Főként a családokat céloztuk most meg vele idén. Egy picit kisebb lett, mint amit eddig megszokhattunk. Kézműves foglalkozásokkal, kolompos koncerttel, az udvaron játszóházzal, kosoras körhintával, kis karácsonyi zenével, fényjátékkal várjuk az embereket, hogy egy picit töltődjenek ezekben a nehéz időkben. Vasárnap, tehát 12-én pedig lesz egy adventi bolha piacunk. Én azt gondolom, hogy ez is egy megfelelő alkalom arra, hogy aki még nem szerezte be az ajándékokat, itt nyugodtan megteheti. 13 órakor nyitunk, és 17 órakor zárunk, és az egész házat el fogják lepni az árusok, tehát nem csak itt a földszinten, hanem az emeleten is lesznek árusaink. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak használt dolgok jelennek meg ilyenkor, hanem kézművesek, otthon saját dolgokat készítő emberek is megjelennek, és tőlük is lehet majd vásárolni. A kis karácsony rendezvényen úgy tudom, hogy lesz koncert is. Igen, 17 órakor lesz a kolompos zenekar koncertje. Erre előzetesen kell regisztrálni, ugye a jelenlegi szabályok értelmében. Ültetett rendezvény lesz, természetesen a gyerekeknek hagyunk elől egy kis zsibongót. A regisztrációkukac@mmh.hu e-mail címen lehet rá regisztrálni, és mindenkit szeretettel várunk rá. Jelenleg itt az intézményben ugye mindenkinek beltéren maszkot kell hordani. Igen, ez a kis karácsony alkalmával is érvényes, itt a belső terekben kötelező a maszk használat, kívül meg valószínűleg egy sál lesz majd szükséges. Sajnos most már ehhez a Covid hangulathoz hozzá kell szoknunk, hiába van itt a karácsony, és hiába van számtalan olyan lehetőség, amit egyébként nyugodtan is sokkal fesztelenebbül érhetünk meg. Mit lehet tapasztalni a művelődési háznál, hogy mennyire fogja vissza az embereket, vagy éppen ösztönzi, hogy igenis jöjjenek, és jöjjenek a közösségbe is találkozzanak, mert pont, hogy nagyon-nagyon szeretnének már valamilyen módon kapcsolódni. Mi azt tapasztaljuk, hogy ugyan szükség lenne rá, és szerintem benne is van az emberekben az, hogy igen, találkozzunk, mégsem mernek. Tehát ez általánosan elmondható a rendezvényeinkre, hogy alacsonyabb látogatottsággal mennek, viszont akik itt vannak, ők azért jól érzik magukat. Gondolkodtunk mi is idén, hogy mik azok a dolgok, amiket online is meg tudunk jeleníteni, és erre igyekszünk majd a jövőben is teret engedni ennek, hogy amiket itt élőben láthatnak az emberek, azokat egy picit online is megjelentessük, akár utólag, akár egy időben. Művelődési ház dolgozói nagyon figyelmes emberek, és számos módon próbáltok évközben is segíteni rászorulókon, nincs ez másképp karácsonykor sem. Ugye cipős doboz akcióról egy pár gondolatot kérlek, mondj nekünk. Igen, valójában mi már lassan 15 éve a Baptista Szeretett Szolgálattal együtt gyűjtjük ezeket a cipős dobozokat rászoruló családok részére, de ez a második év, hogy a jó akarat körrel is összefogunk, és igyekszünk ezeket a cipős dobozokat helyi családokhoz kiszállítani. Így a cipős dobozokat mi gyűjtjük, de a szállításban, az elosztásban a Török Bálinti Jó Akarat Kör van a segítségünkre. Aki esetleg nem tudja, hogyan, milyen módon érdemes egy ilyen cipős dobozt megtölteni, mi az, aminek egészen biztos, hogy fognak örülni, illetve azt hiszem, hogy fontos az is, hogy hány éves gyerkőchöz jusson el majd ez a csomag. Így van, nagyon fontos, hogy a dobozba olyan dolgok kerüljenek, ami inkább játék. Élelmiszer kevésbé, de hogyha nagyobb gyerekben gondolkodunk, akkor teljesen nyugodtan lehet tisztálkodási szereket, dezodort, különféle kozmetikumokat elcsomagolni, és nagyon fontos, hogy a dobozt két részbe csomagoljuk, tehát csomagoljuk be a doboznak az alsó részét, és külön a tetejét, és egy masnival kössük össze, hogy amikor a gyerekek ezt megkapják és kibontják, akkor ne egy cipős doboz élményük legyen, hanem egy ilyen teljes ajándékcsomag élménnyel találkozzanak, illetve fontos feltüntetni a dobozon, hogy nagyjából hány éves gyereknek és fiúnak vagy lánynak szállnák inkább az ajándékot, hogy ezt elosztást nekünk tudják segíteni. Hány éves korig készíthetünk egy gyermeknek cipős doboz ajándékot? Alapvetően abszolút a gyerekek, ifjúság, 18 éves korig, de fordult már elő tavaly, hogy felnőtteknek is hagytak itt dobozokat. Ezt is természetesen szeretettel fogadjuk.